Torockai Lászlót választotta a frakcióvezetőnek a Mi Hazánk parlamenti képviselőcsoportja. A pártnak hat fős frakciója lesz az országgyűlésben. Torockai László mozgalma 330 ezer szavazatot kapott a választásokon, amit az elmúlt négy év sikeres építkezésének tartanak. Ez azt is jelenti, hogy sikerült megszólítani a jobbiktól elfordult radikális szavazókat. Torockai László Németi Noémi, ma reggeli első vendége, jó reggelt kívánok! Köszönöm szépen, jó reggelt kívánok, így van Torockai László, a mi hazánk elnöke, a mai első vendégem. És azon gondolkodtam itt a felvezető közben, hogy négy éve alakult a mi hazánk mozgalom. Van olyan párt a mostani politikai palettán, amely ennél régebb úttal létezik, mégsem sikerült még egyszer sem önállóan bejutniuk a parlamentbe. Olyan is van, amely időközben megszűnt azok után, hogy évekig mondjuk egy százalék környékén stagnált a támogatottságuk. Az alakuláskor számítottak erre, kimondták ezt akár egymás között is, hogy már az első parlamenti választáson önállóan a bejutási közöbb cél lehet? Jó reggelt kívánok, hát tulajdonképpen még négy év sem telt el. És um, mi nem gondolkodtunk azon, hogy majd a következő választásokon bejutunk-e a parlamentbe, és hogy parlamenti képviselők leszünk-e, hanem egyszerűen volt egy erkölcsi kötelességünk 2018-ban, hiszen hogyha mi nem bontunk zászlót halmon, akkor, um, akkor eltűnt volna az a nemzeti radikalizmus, vagy az a nemzeti gondolat, amit um, hát tulajdonképpen harmadik útnak is nevezünk már hosszú évtizedek óta, hiszen ennek nagyon komoly hagyománya van a magyar politika történetben, és mi tettük a dolgunkat a lelkiismeretünk szerint, és hát a magyar emberek úgy érezték most a választásokon, hogy ennek a parlamentben van a helye, és ez hát valóban éppen most az elmúlt héten, amikor a különböző bizottsági helyekről kellett tárgyalni, akkor derült ki, hogy vannak olyan pártok, mondjuk mint a párbeszéd, amelyet hát még a kutató cégek sem tudtak nagyon mérni, bár a kutatások nem elsősorban olyan tényezők, amire nagyon figyelni szoktam, de azért a párbeszédről és hát jó pár pártról, akár az nem de most már egyébként a jobbikról is elmondhatjuk azt, hogy hogy önállóan nem tudná elindulni a választásokon. Nem tudna listát állítani, és egyébként én nem is tartom kifejezetten igazságosnak azt, hogy most létrehozzák a maguk frakcióját, egy közös listán keresztül jutottak be a parlamentbe, nincs kiépítettség ezeknek a pártoknak. Tehát, hogyha megnézzük az országban, hogy hol vannak alapszervezeteik, akkor nem találunk alapszervezeteket ezeknek a pártoknak az esetében. És most úgy próbáltak föllépni akkor, amikor a bizottsági helyekről volt szó, vagy akár az országgyűlés alelnökeiről vitatkoztunk mint hogyha nem tudom, egyenlő mércével kellene mérni egy olyan pártal, mint a Mi Hazánk Mozgalom, amely teljesen önállóan állított országos listát, és önállóan jutott be, ugye három lista jutott be a parlamentbe, tehát a három lista arányában kell természetesen a bizottsági helyeket elosztani. Ebben önök között, a baloldal és a Mi Hazánk Mozgalom között volt egyébként vita a bizottsági helyek elosztása tekintetében? tulajdonképpen nem nagyon lehetett vitatkozni, nagyon érdekes volt közelről látni azt, ami, ami miatt egyébként én azt gondolom, hogy indokolt volt a mi az mozgalom megalakítása, mert mi egy teljesen új szint akarunk hozni a Magyarország hiszen most is látszott az, hogy egy, egy cirkusz volt ez az egész tárgyalás, tulajdonképpen nem volt tárgyalás, hiszen el sem jutottunk odáig, hogy konkrétan a bizottságokról tárgyaljunk. Bejött a, a baliberális oldal számos pártja, és mielőtt bármilyen érdemi tárgyalásra sor került volna, ők közölték, hogy kivonulnak, mert három. Listaként kezelte a Fidesz is egyébként a helyzetet. Hát nem lehet frakciókról beszélni akkor, a frakciók még meg sem alakultak. Tehát amikor elkezdődtek a tárgyalások, ezek a frakciók nem léteztek, csak három lista létezett, és természetesen mi nem azt mondtuk, hogy mondjuk pontosan ugyanannyi bizottsági helyet kérünk, mint ez a tudom, hat balliberális párt, de azt mondtuk, hogy az alapállás mégiscsak az, hogy három lista jutott be a parlamentbe, és miközben a zárt ajtók mögött azért oda ballaktak a Fidesz frakció vezetőjéhez, és azért a fülébe sukták, hogy mégiscsak milyen bizottsági helyeket és nem tudom, alelnöke helyeket szeretnének. Utána kivonultak, és a sajtó egyrészt meg sem tartották a sajtótájékoztatójukat, de utána a sajtónak megüzenték azt, hogy nem lehetett miről tárgyalni. Hát mi ezt a cirkuszt szeretnénk befejezni az országgyűlésben, mi nyílt Lapokkal játszunk, mi elmondtuk, hogy mit szeretnénk, és odaálltunk a sajtó nyilvánosság elé, odaállunk a magyar közvélemény elé, és elmondjuk, hogy milyen bizottságokra tartunk igényt. Ugye két bizottságot neveztünk meg, a Nemzetbiztonsági bizottságot egyébként ennek is az az oka, hogy a, a Fidesz, illetve a baliberális képvisel, oldal képviselői egymást vádolták ott zárt ajtók mögött, hogy ki áll közelebb az oroszokhoz, meg az amerikaiakhoz, és amikor ott ugye ezeket az, az oda szóló elkövették a, a, képviselők, azt hiszem Tordai Bence és Kocsis Máté, akkor, akkor, mi jeleztük, hogy hát akkor úgy látszik, hogy akkor mi állunk a magyarok oldalán, úgyhogy akkor mi kérjük a Nemzetbiztonság Bizottság vezetését is, emellett pedig a, a Vállalkozásfejlesztési Bizottságot is kértük, illetve alelnöknek jelöljük a mai napon dúró dórát, és mi ezt elmondtuk a nagy nyilvánosság előtt, tehát nem gondolom azt, hogy miközben egy parlamenti cirkuszt eljátszanak, utána pedig a füstös szobákban azért a, a jól fizető pozíciók miatt azért azokra mégiscsak igényt tartanak a bal ellenzéki pártok. Tehát mi szeretnénk, hogyha megszűnne ez a fajta kettős beszéd a parlamentben is, és őszintén egyenesen a magyar választópolgárok előtt folynának ezek a tárgyalások, nem pedig mindenféle füstös szobákban. Ugye itt a Nemzetbiztonsági Bizottságot említette, a hatpárti együttműködés erre a posztra éppen egy jobbikos politikust Sajsz Zoltánt jelölte, vagy őt látnák szívesen. Azt gondolná az ember, hogy önöknek, mint volt jobbikos politikusoknak ezt a pozíciót egyszerűbb leegyeztetni a jobbikkal, mert hát ismerik egymást. Hát én a jobbik mellé ülni sem szeretnék a parlamentben, nincs miről egyeztetni a Jobbikosokkal, Elég nagy trauma az, hogy szembesültem azzal, hogy ma az alakul ülésen Jakab Péter mellett kell majd ülnöm a jobbik frakcióvezetője mellett. Úgyhogy mi nem szeretnénk külön ilyen füstös szobákban a jobbikkal sem alkudozni, hogy ki lesz ez a bizottsági elnöki hely. Én azt gondolom, hogy a jobbik esetében, hát pont az elmúlt mondjuk egy évtizedes, Politizálása alapján a Nemzetbiztonsági Bizottságot semmiféleképpen nem adnám egy olyan pártnak, aki mondjuk öt évig oda dörgölőzik Oroszországhoz, aztán pedig a CIA-hoz. Tehát e, szerintem nemzetbiztonsági kockázat a jobbik viselkedése, hiszen egy kiszámíthatatlan, e, éppen a, a pillanatnyi érdekei alapján bármelyik nagyhatalommal kollaboráló párt a jobbik, ne ilyen pártok kezébe adjuk a Nemzetbiztonsági Bizottság vezetését. Nagyon kevés időnk van, de ha már a jobbiknál tartunk erre, még muszáj rákérdeznem. A jobbiknak szombaton lesz tisztúító kongresszus. Ugye négy évvel ezelőtt ön éppen a tisztúító kongresszus után jelentette be, hogy mi magunk néven akkor még egy platformot alapít. Nemrégiben ült itt Mirkocki Ádám, a jobbik volt szóvivője, aki arról beszélt, hogy lényegében mindegy, hogy mostantól ki fogja vezetni a jobbikot, mert gyakorlatilag menthetetlen a párt. Ön mit gondol erről? Egyetért Mirkockád nem van ebben a kérdésben? Egyetértek, függetlenül attól, hogy Mirkóczki Ádámnak is megvan a felelőssége abban, hogy ide jutott a jobbik, hiszen ő is részese volt annak a, az eltérítésnek, amit tulajdonképpen a Gábor vezetésével már megindult 2018 január-február környékén. És hát én is azt gondolom, hogy, hogy óriási tévedés, hogyha, hogyha, azt gondolják azok, akik még esetleg ott maradtak a jobbikban, hogyha Jakab Pétert lecserélik, akkor valami változni fog. Én azt gondolom, hogy, hogy ennek a történetnek ebből a szempontból vége. Tehát én hosszú távon már nem látok jövőt a, a jobbik számára. Egy olyan légüres térbe kormányozták ezt a hát valamikor szebb látott pártot, ahonnan már nincsen visszaút a magyar embereket, Rendszeresen lenézik egyébként, amikor itt Budapesten összejönnek pártvezetők különböző külső tanácsadókkal. Jellemző egyébként, hogy a, a jobbik csúcsvezetői tanyánknak nevezik az alapítás óta a mi hazánk mozgalmat, azért mert mi vidékről indultunk, vidéken a magyar pusztán bontottunk zászlót. Ez jellemző egyébként a jobbik vezetésre, nem csak a jobbikra, a többi pártra is el tudom mondani, hogy valójában lenézik a vidéki Magyarországot, lenézik a magyarokat. Szerintem ez, ez egyrészt nyilván tiszteletlenség, sértés és óriási hiba is egyébként, mert a, a magyar emberek, én, én hál' Istennek jól ismerem a, a magyarokat, és én pontosan tudom azt, hogy rendkívül bölcsek a magyar emberek, ez egyébként nem is diploma függvénye, nagyon bölcsek a magyarok, és nem engedik azt, hogy így átverjék őket pártok, ezt nem lehet megcsinálni, hogy, hogy, hogy évente, sőt nem évente, havonta teljesen mást képvisel egy párt, Úgyhogy innentől kezdve a Jobbik akár jobbra, akár balra akarja magát kormányozni, hiteltelenné vált. Torackai Leszlónak, a Mi Hazánk mozgalom elnökének, köszönöm szépen a beszélgetést! Szerintem.